Sziasztok! Geri vagyok. Hallottam ismét az újdonságról, hogy újabb kuribók érkeznek. Hát ez ugye, mivel én gyűjtöm őket, és meg is van az összes, nekem ez nagyon jó hír. Úgyhogy nézzünk is egy kicsit utána. Tehát itt ezekről a színes kuribókról lesz szó, amik a DM-ben is voltak. De itt mindegyiknek külön képessége lesz? Igen, ahogy látom, nem is rövidek. Kuri Babilon. Wow. Nagyon hosszú képességei vannak a szörnyeknek. Na de itt van egy ilyen nagyon aranyos spell is. Úristen, ez tényleg cuki. Nézzük, ez mit tud. Szóval azok csak is Tribute Summonre nem használhatók. És itt van ez az ötös szintű lény hozzá. Akkor viszont ezek a lények, ha úgy van, akár össze is fordítok. Micsoda rohadt jó ötlet! Srácok, videó keretein belül készítsünk egy felsőbbrendű kuribót! Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha fogna itt egy rangot a mancsai között. Valami ilyesmi az elképzelésem. Gondolkodtam rajta, hogy valami, mintha hiányozna rajta, de szerintem jó lesz. Virtualizáljuk!
changes. Most, hogy készen lett a szörny formája a kis kuribónknak, láthatjuk, jó kis meló volt, foglalkozhatunk kicsit a kuriboknak a hátterével. Mint láthatjuk, a kuriboknak a háttere általában nagyon változatos. Vannak rajta ilyen kis flash effektek, igen, elég gyakran. Aha, van ilyen kis light ray, igen, vannak különböző ilyen kis csillagocskák, igen, az nagyon jellemző a kuribókra. Na, hát akkor rakjuk össze a mi kuribónknak is valamilyen egyedi hátteret. Készületek meg is vannak, elkészült a szörnyecske. Ezt az oldalt fogom használni, mivel szerintem ezt tudja elkészíteni a leghitelesebb Yu-Gi-Oh kártyát. Annyi hátránya van, hogy csak is a felsőbbrendűig vannak benne ugye a metódusok. Igen, ennél tovább már nem csinálták, de nem baj, mert nekünk úgyis csak az kell. El is döntöttem, hogy mi lesz a kis kuribónknak a neve. Rankuribó. Úgy, mint a Linkuribó, csak ez Rankuribó. Ha jól tudom, a kuribók dárkok, de nem tudom pontosan. Hú! Na, itt is van első ránézésre, hogy hogy fog kinézni kártyán. Fú, úristen, ez nagyon tetszik. Úristen, és gondoljatok bele, hogy ez a lény így a papírról megszületett ide, hogy egy rendes, teljesen sajátos kuribó szörnyecske legyen. Úristen, ez elképesztően jó érzés. Na, a kuribók típusa az... Fiend. Támadó pontjuk jellemzően 500, védő pontja legyen 200. És most jön a nehéz része, ugyanis meg kell szabnunk a kártyának a képességét és feltételeit. Na, én arra gondoltam, hogy ugye az előző supportokhoz kiegészítésképpen mi lenne, hogy ez a rankuribó úgy működne, hogy bármennyi egyes szintű lényből ugye tudod hívni. Tehát ugye 2-től 5-ig, ugye vannak ilyen felsőbbrendű lények, akiket ismerünk, hogy így működnek. Ugye 2 or more max 5 level. Fogyatékos az elbetűm, mert hogyha egyet nyomok, figyeljetek. Oké, akkor jöjjön a képessége. Tegyük fel, hogy 5 különböző kuribóból, vagy 5 különböző egyes szintű lényből hívtad őt le, és ugye a kuribók azok általában olyan képességekkel bírnak, hogy megóvnak téged valamilyen sebzésektől. Úgyhogy, mi lenne, hogyha materiálokért cserébe tudna megvédeni? Hogy ne legyünk túl unfair-ek, az lesz az első mondata, hogy your opponent cannot destroy this monster by battle, while it have materials. Szóval, ugye amíg vannak alatta materiálok, addig csatában nem lehet elpusztítani. Na, lehet, hogy egy kicsit hülyén fogalmaztam, igazából, bocsássátok meg nekem, elég nehéz így angolul megfogalmazni, meg így a Yu-Gi-Oh angollal fogalmazni. Felolvasom, hogy mit sikerült írnom. Szóval, hogy your opponent cannot destroy this monster by battle while it have materials. During the battle phase, you can detach one material, change one of your opponent's monster's ATK to zero until the end of this turn. When this card is sent to the graveyard, add one Kuribo monster from your deck to your hand.
Ez egy kis pontosítást igényel egyébként, ha jól tudom, mert itt ki kéne fejteni, hogy mindkét játékos Battle Face-ében lehet ezt használni. Azt nem tudom, hogy hogyan írjam oda, ezért írtam csak így, hogy a Battle Face-ben, tehát a csatafázisban, illetve hogy hogyan szendelődik a grave-be, mert már ez sem mindegy. Azért írtam így, mert mindegy, hogy csatában vagy kártyaeffekttel, a lényeg, hogy elküldődik. Tehát, hogyha valaki leszendeli akár egy Zeus-szal, akkor is működik ez a képesség. Tehát ezt akarja ez jelenteni. Csak nem tudom, hogy ilyenkor kiírják-e a kártyákon, hogy when this card is sent to the graveyard by battle or by card effect, vagy hogy odaírják-e, hogy mindkét lehetőség van, nem tudom, ne kövezzetek meg, ezért mondom, ez már tényleg nagyon bonyolult. Mindegy, itt az a lényeg, hogyha elszendel, hogyha a temetőbe kerül a pályáról bármilyen módon, akkor ugye működésbe lép, tehát ugye bármelyik játékos csatafázisában levonhatsz egy anyagot ez alól a kártya alól, és az ellenfél egyik szörnyének a támadópontját lenullázhatod a kör végéig. Valamint, hogyha elküldődik a temetőbe ugye ez a szörny, akkor egy bármilyen Kuribó nevű szörnyet a pakliból a kezedbe vehetsz. Mivel a Kuribóknak nem egységes a nevük, ezért ezt nem tudtam nagyon így megszabni, csak így. De mindegy, mert minden egyes olyan lapot, aminek a nevében benne van az, hogy Kuribó, minden egyes olyan szörnyet, azt kézbe tudja ő keresni. És ugye nem once per turn a képessége, tehát ugye ahány materiál van alatta, annyiszor tudod elsütni a lenullázós képességét, tehát elég erős kis szépség lett ez. Na, hát igazából ennyi is lett volna a kis Rank Kuribó videó, remélem, hogy tetszett nektek ez a stílusú videó, és én nagyon nagy kedvel, meglendülettel vágtam bele, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy mit tudunk kihozni. Sokkal büszkébb vagyok magamra, mint azt először hittem, hogy sikerülni fog, tényleg nem gondoltam volna, hogy ennyire jól fog kinézni. Úgyhogy ja, remélem, hogy a Konaminak adok egy kis ötletet ezzel, hogyha valaki esetleg onnan megnézi ezt a videót, hogy lehetne felsőbbrendű Kuribó, please Konami, please give us Xyz Kuribó. Szóval igen, ezt nyilván egy kis saját, lehet, hogy majd kinyomtatom és beteszem a gyűjteményembe, írjátok le, hogy mit gondoltatok erről. Úgyhogy tényleg köszönöm szépen a megtekintést, sziasztok!